Vár, melyik volt az? Jó. Kis homoklassú. Jó. Oké. Igen, kis homoklassú, jó reggel vélem, bocsánat, csak 8 fele. Nem tudok figyelni. Na, kanadi. Szépen trappot. Kis überke lehet, de hát nem bántam én ezt idén már. Szerintem. Dolgozzunk, de megy ugrani. Jó reggelt, megy gát akadályra. Na, még napocskánk is lesz a végén. November 19-e van, hát nem panaszkodhat, hogy még a napocska is mindjárt ki fog sütni. Ilyen időnk van. Tegnap este voltunk Overdose film premier bemutatón. Hát csodálatos volt, utána egy nagyon jó buli. Az is nagyon jó volt. Folyt a vörösbor mindenhol. Gyerekeim is ott voltak, és egy boldogság volt. Hát, megkönnyezte az ember. Ja, ezt ilyen havas eső volt este, azt akartam mondani ebből időjárással. De most meg szép idő lett. Na, kanad itt a pályában, aztán érkezik Bytrek, Don Serzsan és Ábel Csődike, Maxim Joy. Ők még futnak az utolsó nap, 1600 méteres nyeretlenek vannak. Jó sanszor indul nekem mind a három. De hát verseny az verseny. Meg is érkeztek. Hát igen, Múzses! Csak egymást várjátok addig meg! Na, elmondtam a melót, nem is tudom. Elmondtam csak, hogy... Na jó. A kanadi cicám a másik oda jön Bélával, de hát... Én meg pont oda megyek most, ahonnan ő jön el. De hát ilyen az élet. Megyek hát, át kell sétálnom, ugye már jönnek galoppot ezek hárman a nagy homokon. Na, de addig valamit a Bélába fölveszünk, nem sokat. Könnyen oda fogok érni. Egy pár száz méter, így átsétálnom. Így általában sietve szoktam menni. Villám gyorsan ott vagyok. Bélánk ügyesen meg volt. Keményebb lenne a talaj, most nem tudom. Jó a pálya, tehát ápolt, ilyen állaga is jó, de itt ez a rész egy, mintha picit keményebb lenne. Picikét. Na, remélem nem szúrják el a melót. Igazából, hát még nagyon messze vannak, olyan jó 800 méter. Legalább, most összezárkoztak hárman. Tempót megítélve, hát van tempó, nem galocsasz jönnek, de hát kb. Ezt is beszéltük meg. Odaérnek egy gyenge vadászba a kicsihez, és onnan fokozatosan föl, distanctól egy kicsit megrázni őket. Ez volt terv. Egyenlőre nincs harc. Mindig veszekednek valami hülyeségen. A kuta megüt velük néha. De jó. Tehát belül van Bytrek, középen Ábel Csődör, és kívül Don Serzsan. Na, pumpálják őket szépen. Jó, egyenlőre oké. Jó van, gyerünk. A Katám, ne fáradj el. Katánk elfáradta, hogy nézem. Jó. Nézzed. Jó, hát a legrutinosabb tudjuk, az Ábel Csődike könnyen abszolválta is a dolgokat. Hát súlyba is 10 kilót adott a többinek. De jó ment mind különben. Ugye Bytrek egyszer futott, Don Serzsan egyszer futott. Ábel Csődének azt hiszem a negyedik futása lesz, így van. Na, hogy ment kanadi? Jobban, mint tegnap. De én nem szabadna megfuttatnunk szerintem. Friss. Frissnek friss, tudod? Hogy volt egy kis, lement neki a szépen, de... De. Nem tudom. Jó, sétálj vele sokat, Bélem, azt megyünk majd be, jó? Sétálj vele otthon bőven, lehetne locsolni ugyanúgy egy 10 perc lag. Voda vagy víz, vagy mi. Hát igen, Kata egy 65 kiló. Szer. 60-61 kiló, így ahogy most van. És Szabina egy olyan 49 kiló, akármennyit eszik. Úgyhogy ezért 10 kilókat dobáltuk. De, mint említettem, ugye
mind jól ment. Nekem mind ilyenkor számol az ember. Nem is az, hogy ki hol volt, hanem maga a lovat nézi. Nekem nagyon tetszett mind a három. Egyértelmű rutinosabb a Maxim Joy. Súlyt is nézve, de jól mozgott. Ránéztem Don Sergeantra, jól mozgott. Bytec nagyon jól mozgott. Hiába volt ő fél hosszára a harmadik ezek közül. Egy hajtós, erősebb csődör. Jó, tetszettek. Tetszettek. Meg hát jövő. Futnak egyet, aztán készülnek jövő évi szezonra, amikor mind a hárma három évesek lesznek. Szerbusz! Szerbusz, kiskutyus! De szép vagy! Szia! Nem harapsz, ugye? Pénzszagot érdi, azt mondod? Hát most tovább ment, bazd meg! Akkor engem kikóstolt, az tovább ment, nézd meg! Akkor nem érez pénzszagot nálam! Na, nekem tetszett a munka, ügyesek voltatok. Jó volt. Dobro bio, eh? Dobro, korrekt, svetri. Ezt szóni szúsi, csak govorim. Na, tajt ne bila. Egy, oké, korrekt. Jó volt. Jól is mentek. Vidi, szatra. Jaja, oké, budel, nyígd a pomocs. Nagyon. Hát ő a legrutinosabb, tudjuk, súlyba is, de egy az jó ment, na. Ő ugye kettők csak egyet futottak idáig. Hú, az úgy a földbe dongoli a fejét. Dobar, nem baj. Rázlika ima kilo. Oma, hát, kilo, tri treka už máto. A inače, ako bilo jo 100 metra, ovo je... Most 47 és fél vagyok. Jó könnyű vagy, anyuskám. 47 és fél, az könnyű. Aha. Amatőr, ilyen sem elból. Ja. Amatőr, ja, hát szuper. Szuper. Ja, nennyi nervőz, nennyi cepedli. Hát én jelsit, gledaj, jaká, akkor jelsit. 7 és fél kilóval több vagyok, mint anyám. Ennyi kisebb. Jó volt, Szeris megdicsért benneteket, ügyesek voltatok. És azt mondja, neked megy, hát úgy értve, akárki olyan szépen megy az a kis csődike. Nyugodt. Gutit engedtetek? Donika, jó van? Donika, oké? Okay? Jöhetsz egy vadász, tudod? Most jön a izé, Fruzsi kijön a vivával. Fruzsi vivával, nem volt neki lova. Aztán csikók vannak, meddig maradsz te? Végig vagyok. Bazza, nincs lovunk tehát, ilyet, ezt a szégyen. A bogjájtag jön 8-kor Ari. Azt megígértem neki. Ugyanez. Ugyanez a meló. Két keltre és kicsit szépen, fog a kis homoktól szépen engedett föl. Egy szusszanyósat jöjjön. Tele a segge, és meg menni is kell neki, ha futunk vele. Szóval majd látjuk a handicap, hogy lesz a szabad felállításunk. Na 64, még azt mondom, oké. Okay. Annál többé nem engedjük el. Tehát a szabad felállás annyit jelent, beraknak lovakat, és ők majd viszik a skálát jobbra vagy föl le. Úgy menjetek még kettőt a gyöppen a Tóbin séta. Így van, abban van, azt meglátjuk, hogy melyik mi, hogyan. Jó, kettő a Tóbin legalább minimum. Jó lemosni lábacskákat, hasukat, nem? Lehet egy mázli zabot nekik adni, ha mi? Ham-ham. De lesz, hogy ne lenne, nem más sikó. Na menjetek, libuskáim!